Osztriga, tengerisügér, garnéla és szemtalan ínyenség került az elmúlt hétvégén a tányérokra. A nemzetközi halnapok az idei évben nem csak hal különlegességeket és finom borokat kínált a gasztronómia szerelmeseinek. Hát ugye ez a hamvadó szerdához kötődik ez a rendezvényünk, ezt már évek óta csináljuk, csak ugye volt egy kis Covid miatt két év kimaradt. Hát nagy siker van mindig, mert a halakat amúgy hiába vagyunk itt a Balaton mellett, azért a halakat mindig elhanyagolták itt az emberek. Ehhez próbáltuk mindenkit kötni, azért a tengeri halakat, meg a tengergyümölcseit, rákot, egyebet, amit úgy nehezebb így hétköznapokban elérni, és az emberek meg kíváncsiak rá. Ez volt a fő ötletünk. Ez mindig teltházas, tehát a két nap az teljesen teltház volt, nem tudtunk már szabad asztalt adni. Már messziről is, akár több 10 km-es távolságról is érkeznek vendégeink. Hála Isten, nagy sikere van. Szeretik, tehát igazából olyan ételeket próbálunk bemutatni, amit egy hétköznap nem nagyon tudnak megvenni, meg az elkészítési folyamata is kicsit nehezebb, mint egy normál hal ételnek. Hát a logisztika a legnehezebb, ugye a halnál azért ezt nem lehet nagyon sokáig tárolni. Egy-két nap, osztrigánk volt polip, egyéb, ez mind frissen érkezik, kagyló, ami nem lehet sokáig tárolni. Ezt is egy Budapestről tudtuk beszerezni, több hetes egyeztetés alapján hűtőautóval leszállították itt, akkor így ezt megvan a megfelelő folyamata, hány fogunk kell tartani. Hát ez nagyon kényes dolog, nyilván ezt odafigyeltünk. Általában ez a legnehezebb része, egyik legnehezebb része ennek a tematikus hétvégének. Most pont ez a hétvégén volt, ahol nem sok fogásunk volt halból, 5 vagy 6 fogás, de ebből majdhogy nem ugyanannyi fogyott mindegyik ételből. Ez számunkra is meglepetés, mert most mondhatnák ételeket, hogy a harcsa gordon blé, minél furcsa neve van, de nagyon nagy sikere van évek óta. A ladacpisztránk, most tudtuk a tonhasztéket behozni, ami nagyon nagy kedvencem nekem. Igazából mindegyiket szeretem, nekem teljesen mindegy, melyiket készítjük el. Mindig megpróbáljuk a legjobb tudásunk szerint elkészíteni a vendégeinknek. Állunk a menüben általában, mi már az minden két hétben egyszer biztos adunk halat. Ha tudunk, általában majdnem mindig tudunk, többfajta verzióban. Azért látszik, hogy azért több hal fogy. Nyilván itt azért megvan ennek az árérték arányban, azért megpróbálunk jó halakat adni, de még mindig azért a magyarok keveset fogyasztanak, mint a környébeli országok. Az idei halnapok keretében helyi alkotó képei is helyet kaptak az étterem falain, amelyek a vizek, a tengerek és a tavak hangulatát csempészték be az étterem falai közé. Ez nagyon jó jött ez a képek, meg a maga kicsit a dizájnt is át tudtuk alakítani ez a hétvégéhez. Kicsit meg tudtunk újulni, frissülni, az emberek láttak egy pár új képet, úgy éreztük, hogy szerették, és valószínűleg legközelebb is ezt a fajta pluszat hozzá fogjuk tenni a étlapunkhoz. Aki lemaradt a hétvégi mester halnapokról, az se keseredjen el, hiszen a séf tarsolyában még számos terv van, amellyel nem csak az ízlelő bimbókat, de a szemeknek is csodás élményt nyújt.